Tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Köztér című műsorunkban ezúttal Székesfehérvár 4-es számú választókörzetébe látogatunk. A stúdióban szeretettel és tisztelettel köszöntöm Molnár Tamást, a választókerület önkormányzati képviselőjét, akiről érdemes tudni azt is, hogy családapa, közgazdász, 2014 óta képviseli a 4-es számú választókerületet, és emellett környezetvédelmi, illetve civil ügyekért felelős tanácsnok. Köszöntelek szeretettel. Én is köszöntöm a tévénézőket, és köszöntelek téged is. Örülünk minden vendégnek itt a televízióban, de neked most különösképpen, hiszen tudjuk, hogy nem olyan régen nagy csatát vívtál. Közepes csatát vívtam, inkább azt mondanám. Szerencsére azért sikerült elkerülni a legrosszabbat, hogy kórházba kerüljek, de igen, valóban minket is elért otthon a Covid-járvány, és egy keményebb két hét áll mögöttem, és a feleségem mögött is, főleg úgy, hogy van egy 18 hónapos kis hercegnő otthon, aki ugye ezzel nem nagyon van tisztában, és ezért minden erőnkre szükség volt, hiszen az ő vele való játék, illetve mindennapi tevékenységeket nem lehet megszakítani, úgyhogy igazából ez is kicsit nehezzé tette, de szerencsére túl vagyunk rajta, vannak kisebb maradványok, de azt gondolom, hogy ezeket ki fogjuk heverni, és szerencsére túljutottunk rajta. Sajnos édesanyám kórházba került, de ő is most már jó van, őt is kiengedték a kórházból, így az aggodalom a betegséggel együtt azért elég kemény volt, de szerencsére túl vagyunk rajta. Nem találkoztunk előtte, mennyire tartottál a vírustól? Elképzelhetőnek tartottad, hogy elkapod? Nagyon tartottam a vírustól, de valahogy az ember nem tartja elképzelhetőnek, hogy elkapja. Tehát én azt gondolom, hogy sokan így vannak ezzel, hogy minden óvintézkedést megteszünk, de mégsem hiszük el, hogy ebbe bele fogunk kerülni. És amikor második nap érzed ezt a furcsa érzést, ami egyébként, ahogy sokan mondják, hogy ez az influenzához hasonlít, nem, ez egyáltalán nem hasonlít az influenzához, egy teljesen más érzés, egy ilyen nagyon idegen, nagyon furcsa érzés, amit még egyébként életemben soha nem éreztem. Amikor ez így rátör az emberre, akkor nagyjából úgy tudatosul benne, hogy ezt elkaptuk, de valahogy erre nem tud felkészülni az ember sajnos. És akkor ilyenkor a túl vagy rajta az egész család, le kell vonni a következtetéseket, oltatás? Természetesen, amint lehetséges, az oltást be fogjuk adatni, főleg úgy, hogy a jelenlegi tudományos álláspont szerint ugye egy oltással már egy teljes védettség alakítható ki azoknál, akik átestek a betegségen, és mondjuk x3-4 hónap múlva beadatják az oltást, úgyhogy természetesen az lesz az első, hogyha lehet, hogy beadatjuk az oltást, hiszen azt gondolom, hogy ezen a járványon csak úgy tudunk túl lenni, hogyha mindenki a megfelelő védettséget megszerzi, és akkor ez a járvány elcsitul, és ha nem is megy el, és nem tűnik el örökre, de egy sokkal gyengébb lefolyású betegségé fog alakulni. Biztonságérzetet ad, ha az ember túl van az oltáson, vagy legalábbis egy fertőzésen. Nem csak, hogy biztonságérzetet ad, hanem megnyugvás. Tehát, hogy mind a családom szempontjából őrájuk gondolva, és azt most sokkal, amikor erre gondolok, akkor egy megkönnyebbülés van rajtam, hiszen túlestünk úgy rajta, hogy nagyobb baj nem történt, és túlestünk ezen úgy, hogy amiatt aggódtunk a rosszabb lefolyás miatt, ez nem a családban nem okozott ilyen problémát, és én örülök neki, hogy most ezen túl vagyunk, mert mondom, tehát ez egy megnyugvást ad. Ennek ellenére ugyanúgy védekezünk, ugyanúgy tartjuk a szabályokat, hiszen azt gondolom, hogy most még nagyon-nagyon sokan vannak, akik nem kapták el, és akikre ez veszélyt jelenthet. És reméljük, hogy egyre többen oltakoznak, és akkor nem lesz már annyira veszélyes az a történet. Térjünk rá a 4-es számú választókörzetre. 2014-ben alig voltál 34 éves. Jól számolom? Igen. Dátumokkal most így én sem vagyok teljesen pont, most körülbelül vagy 40, akkor igen, körülbelül. Kis matekkal 34 éves, így van. Nagyon fiatalon. Hogy sikerült ilyen fiatalon az önkormányzatba bekerülni? Tehát mi vitt oda? Alapvetően civil szektorban, ifjúságvédelemmel és ifjúságsegítőként dolgoztam. Ott tevékenykedtem, mindig is egy nyüzsgő típus voltam, nyüzsgő alkat, és ezen munkák és programok kapcsán találkoztam polgármester úrral, és a későbbiek folyamán látva az én munkámat, ő megkért, hogy elvállalom-e azt a feladatot, hogy jelöltként induljak az ő csapatában, és szerencsésen ezt 2014-ben abszolválni is tudtam, így 2014 októberétől tudom ellátni ezt a nagyon szép feladatot, a 4-es számú választókörzet képviselőjét, néha úgy mondom gondnoki feladatait látom el, hiszen ez egy folyamatos gondnoki kapcsolattartó feladat. Érezted-e annak előnyét vagy hátrányát annak idején, hogy ilyen fiatalon kerültél be ebbe a csapatba? Én azt gondolom, hogy mindenképpen csak előnyét láttam, hiszen
hiszen így egyébként ebben a csapatban minden korosztály kapott egy kis részt, egy kis feladatot, és nagyon sokat tanultam az idősebb kollégáimtól, vagy a képviselőtársaimtól, hiszen ők már azért rutinosan csinálták ezt. Én abban az évben Kovács Béla Sándor kollégámmal együtt, mi voltunk a ketten újak, az összes többi képviselőtársam a frakcióban már régi képviselő volt. És azért is volt jó, hiszen én is azt gondolom, hogy tudtam olyan szint, új szint vinni ebbe a csapatba, ami azóta is azért erőt, dinamikát ad ennek a közösségnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen volt előnye. És ha a választók tekintetéből nézzük, rögtön elnyerted az idősebb korosztály bizalmát is? Alapvetően úgy indultam neki ennek a munkának, hogy nem nagy dolgokkal kezdtünk 14-ben, ezt akkor hirdettem is, hogy én azt szeretném, hogy a sok pici feltorlódott probléma kerüljön megoldásra, hogyha valaki úgy érzi, hogy a környezetében van valami, amit szépíteni, javítani kell, akkor ezt oldjuk meg gyorsan, hiszen ezek a legkönnyebben megoldható problémák. Gondolok itt arra, hogy padot helyezünk ki, szemetes kukát, kutyafuttatót létesítünk, felfestjük a járdát, vagy a parkolókat, olyan festéseket helyezünk el az útra, amik segítik az átkelést esetleg a gyalogosoknak, tehát hogy igazából szerettem volna ilyen gyors problémákat megoldani, és ezáltal kapcsolatot teremteni az ott lakókkal, hiszen a legfontosabb az, hogy megismerjék a nevemet, és bátran merjenek felhívni. Igen, sokan mondják, hogy ez az apróság nem látszik, de látszik. Aki kap egy zebrát, ahol át szokott kelni, az érezni fogja, tehát ezek is tényleg nagyon fontosak. Határoljuk be, hogy melyik ez a bizonyos 4-es számú választókörzet. Ez egy nagyon érdekes körzet, hiszen nehezen meghatározható mind területileg és mind lakosságilag az összetétele, hiszen én mindig a belváros peremének hívom, ami egyébként nagyon rosszul hangzik, de nagyon nehéz behatárolni. Tehát a belvárost öleli körbe, a vasút környékétől elindulva, teljesen fölfelé a József Attila utcáig, a civil központig, a Gáz utcával határolt terület, nagyságrendileg 95% van ez társasházi, panelépületekből álló terület, sok kis parkkal, zölddel, tehát igazából egy ilyen elalakú környezet, ami terület, ami körbehatárolja a belvárost, ennek minden előnyével és sajnos hátrányával is. A lakosság korosztályi aránya hogy alakul? Érdekes egyébként, hogy sokat változott már 14 óta, hiszen ezekben az lakóépületekben egyébként pont a régi laktanya környékén nagyon sok idősebb választópolgár élt, de jól láthatóan van fluktuáció, és nagyon sok változás történik, nagyon sok fiatal érkezik, rengeteg kisgyermek van, és ezt figyelemmel is kell kísérni és tartani a beruházások kapcsán, hiszen teljesen mások az igények, mint előtte voltak. Nagyon sok albérlet van, azt látjuk, hogy itt a 10 emeletesek, 4 emeletesek társasházakban rengeteg albérlet van, tehát rengeteg olyan tulajdonos van, aki kiadja albérletbe a lakást, és itt ez egyfajta nehézséget okoz. Azt látom, hogy a társasházi közösségekben ez egy kis megtorpanást okozott egy a közösségi életben, hiszen az albérlővel nem olyan könnyen tudja a régi lakó fölvenni a kapcsolatot, néha érdekellentétek is vannak, ő annyira nem foglalkozik azzal, mi történik a házban, a régi lakó jobban szereti bevonni, tehát hogy van itt egy ilyen feladat is, hogy egy kicsit csitítsuk azokat a konfliktusokat, amik esetleg pont ezért kialakulnak. Tehát úgy érezni, hogy nincs motivációja az albérlőnek azzal kapcsolatban, hogy milyen környezetben él? Nem, nagyon sok olyan albérlő van, aki tényleg szívén viseli a környezetét, viszont vannak olyan albérlők is, akik tudják, hogy itt 1-2 évig laknak és mennek tovább, és ők nem annyira bevóhatóak azokba a közösségi tevékenységbe, programokba, amik egyébként a ház körül régen is kialakultak, és mondjuk szokássá váltak, és ezt nehezebben viseli az a régi közösség, aki ott lakik mondjuk 30-40 éve. Szoktak segítséget kérni a főbérlők ilyenkor az önkormányzati képviselőtől? Szoktak a tulajdonosok kérni, hogy próbáljak meg valamilyen módon közvetíteni a lakóközösség életében. Ez egy nagyon nehéz feladat, hiszen itt magántulajdonról van szó, tehát ahogy belépek a lépcsőházba, ott az már nem az én területem. A lépcsőház ajtaján kilépve kezdődik a képviselő területe és feladata, de természetesen, hogyha kérdés van, akkor tudok közvetíteni akár hatóságok, akár pedig a lakók között egy-egy lakossági fórummal, vagy egy kisebb társasházi fórummal, és hogyha meghívnak lakó közösségi társasházi
közgyűlésre, akkor oda is nagyon szívesen elmegyek, és elmondom azt, hogy én mit gondolok arról a területről, és arról, hogy hogyan kéne együttműködni a lakóknak. Milyen nehézségekkel kellett megküzdeni az elmúlt 6-7 évben? Hát én mindig azt mondom, hogy a legnagyobb nehézség az volt, hogy az elmúlt 50-60 év maradványait eltüntessük a körzetből, hiszen nagyon sok olyan felület és olyan tér és olyan környezet volt a körzetben, amelyik 60-70 éve került kialakításra, és kisebb felújításokon kívül nem nagyon történt semmi. Itt mondjuk nézhetjük a Németh László iskola előtt, a Kígyósúli előtti Salétrom utcát, ami egy ilyen nagyon régi, töredezett betonozással ellátott, hát mondhatjuk azt, hogy maradé, és én mindig szociálnak hívom, szociál környezet volt, annyi. És azt gondoltam, hogy ezeket úgy kell felszámolnunk, hogy ebből nem maradjon semmi, és tényleg egy ilyen 21. századi közösségi tér alakuljon ki, és ezt sikerült is megvalósítani, azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb, elmúlt 6 év egyik legnagyobb sikere az mondjuk a Salétrom sétány kialakítása és felújítása volt, de ugyanazt nem mondhatom a Horváth István lakótelepen is, ahol nagyjából tényleg nem történt semmi 40 évvel ezelőtt óta, amióta felépültek azok a társasházak, és most sikerült teljesen megújítani 3 évvel ezelőtt. Nagyon komoly pénzekről beszélünk, nagyon komoly beruházásokról, tehát itt több 100 millió forintos beruházásokról beszélünk, valamikor egy, valamikor több ütembe tudjuk megcsinálni. Ez mindig annak a függvénye éppen a költségvetés mit enged. Szerencsések voltunk az elmúlt pár évben, hiszen Székesfehérvár költségvetése köszönhetően a befizetett itt dolgozó emberek által létrejött iparűzési adónak azért adott teret arra, hogy ilyen komoly felújításokat és beruházásokat is megcsináljuk. Ha kiemelünk egy-egy dolgot, akkor például kiemelhetjük, hogy azért ezen a területen van a szovjet hősök emlékparkja is, vagy emlékműve is, ami szintén nem régen újult meg. Igen, ugye arról tudni kell, hogy a szovjet hősök emlékparkja az egy diplomáciai szempontból is nagyon-nagyon fontos terület. Tehát amikor ennek a felújításon megtörtént, akkor azt hiszem nem árulok el titkot, hogy nagyon komoly, magas körű diplomáciai körökből érkezett erre köszönött nyilvánítás, hiszen az orosz állam nagyon komolyan figyelemmel tartja azokat a parkokat, emlékműveket, amelyeket a világban állítottak azoknak a hősöknek az emlékére, akik meghaltak a háborúban. És ez politikai és ideológia mentesen kell, hogy nézzük, hiszen olyan emberekről van szó, akik távol a hazájuktól kellett, hogy harcoljanak és meghaljanak. És igen, nagyon fontos terület, és nagyon szép is egyébként az az emlékmű, és én azt gondolom, hogy Székesfehérvár mindent megtesz, hogy akár az orosz temető, akár a zsidó temető, de akármilyen nemzet és hitvallás ideológia emlékhelye az a lehető legszebb és legmeghatározóbb környezetbe kerüljön kialakításra. Parkok és játszóterek közül melyiket emeljük ki? Hát igazából a körzetre az a jellemző, hogy nagyon sok pici játszótér van, hiszen a társasházak között kis területek vannak, ahol ugye figyelni kell arra, hogy zöld felület, pihenőpark, játszótér aránya ne boruljon föl. Ugye azt látni kell, hogy egy nagyon, amikor azt gondoljuk, hogy játszóteret készítünk valahova, akkor mindenki azt gondolja, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, de sajnos ez nem egyszerű dolog, hiszen a játszótér kialakítása is mindig okoz némi összeütközést a lakókkal. lakókkal egymás között leginkább, hiszen mindenkinek más az elképzelése a játszótérről, és a korosztályoknak is más az elképzelése arról, hogy hol legyen a játszótér. Úgyhogy mindig nagyon komoly kutatómunkát és egyeztetést igényel az, hogy a játszóteret alakítsunk ki egy adott környezetben, hiszen nem szabad, hogy zavarja az idősebbeket, a fiatalok nyugodtan tudják élvezni a játékokat, melyik korosztálynak szóljon, tehát ezzel komolyan kell egyeztetni. Úgyhogy nagyon sok játszóteret alakítottunk ki a Horváth István lakótelepen, a Deák Ferenc utcában, a József Attila utcában, tehát mindenhol kisebb játszótereket csinálunk, de én azt gondolom, hogy ami nagyon nagy terv és jövőbeni feladat az, hogy pont a Kodály Zoltán iskola mögött tudjunk egy olyan pihenőparkot kialakítani, játszótérrel egyetemben, ami minden korosztálynak tud majd esetleg egy kis szórakozást is pihenni. Ez mit jelent? Mi az elképzelés? Az elképzelés szerint a Kodály Zoltán iskola felújítása után, ami most folyik, ami szintén egy régóta várt felújítás, szeretnénk a mögötte lévő zöld területre egy olyan pihenőparkot kialakítani, ahol padokkal, játszóeszközökkel, esetleg egy kis pici focipályával tudunk segíteni az ott lakók mindennapjain, hogy legyen egy olyan park, ahol össze lehet jönni, lehet találkozni és közösséget alkotni.
Ha már említetted a Kodály iskolát, akkor nézzük meg az oktatási intézményeket a területeden. Például a Kodály iskola mennyiben változik? Mit jelent a felújítás? Hát ez a felújítás egy nagyon komoly változás jelent, hiszen épül egy tornaterem az iskolához, ami nagyon-nagyon régi vágya és komoly hiányérzetet ad az odajáróknak is, a pedagógusoknak is. Én azt gondolom, ez egy nagyon nagy segítség lesz. Illetve új tantermek kerülnek kialakításra. Tudni kell a Kodályról, ugye, hogy az első osztálytól gimnázium érettségig mindenféle oktatás folyik, hiszen egy művészeti oktatás keretein belül ők tényleg a 6 éves kortól 18 éves korig végig tudják vinni a művészeti oktatáson a diákokat. És olyan termek, tantermek is kerülnek kialakításra, ami kifejezetten a művészeti oktatás fogja segíteni. A tetőterek beépítésével most meg fog szűnni az a helyzet is, hogy sokszor már valóban nem sikerült megfelelő helyet biztosítani a művészeti oktatás egyes elemeinek, hiszen nem volt olyan terem, ami szabad lett volna, vagy méltó lett volna ahhoz, hogy ott zene, tánc és egyéb művészeti oktatások zajlódjanak. Szóval egy teljes belső átalakulás történik felújítással, és ezért a város vállalta azt, hogyha már az állam megtámogatta ezt a felújítást 800 millió forinttal, akkor a város pedig hozzáteszi azt, hogy a külső kinézete is megszépüljön az épületnek, és egy teljes külső felújítást vállal az önkormányzat a beruházás befejezése után. Hát ez is azért ez egy komoly összegre fog rúgni. Reményeink szerint egy ütemben, de ha lehet, akkor két ütemben fogjuk teljesen megújítani a homlokzatot a Kodály Zoltán iskolában, és ez városi forrásból. Végül is a vasútállomás miatt igen, csak perfektált helyről van szó, tehát mindenképpen egy központi helyről van szó, nem mindegy a látvány. Milyen egyéb oktatási intézmény tartozik még a négyeshez? Ugye a legfontosabb és legnagyobb oktatási intézmény a Németh László Általános Iskola, a Kígyós Suli, hogy mindenki így ismeri, majdnem 1000 diákkal évente. Én azt gondolom, hogy nagyon jól működő és erős iskolája, általános iskolája a városnak. Nagyon jó az együttműködés egyébként igazgatóasszonnyal és a pedagógusokkal. Sok program és közös feladat az, amit elvégzünk. Ha kérés van, akkor én mindenben tudom támogatni őket, és mindent megteszek, hogy ez neki sikerüljön, vagy a problémáikat megoldjuk. Ugye nem csak a körzetből, hanem más körzetekből is érkeznek ide, hiszen 1000 fő azért elég nagyon komoly szám, az egyik legnagyobb iskoláról van szó, és nagyon szépen is működik. Hát a Salitre utca felújítása pedig nagyon sok újat és lehetőséget is adott nekik. Képzeletben igyekszem arra autózni és sétálni ezen a területen, és most beugrott egy kép, ami igencsak megváltoztatta a környezetképét, és pillanatok alatt, ez pedig az új építkezések, a hatalmas nagy új épületek a bevásárlóközpont között, illetve mögött. Igen, az a terület egyébként alapvetően nem, a négyes és a mellettem lévő körzet, a 14-es között határa, tehát ugye pont azért nem volt rajta lakóépület, eddig ez nem tartozott senkihez, alapvetően besorolása már meg fog történni a következő választás alkalmával. Valóban egy nagyon-nagyon komoly építkezés folyik ott, egy olyan területen, ami egyébként magánterület volt eddig is. Viszont azt látnunk kell, hogy Székesfehérvár lakossága változik, az igények változnak, és az egyik legkomolyabb probléma az valóban a lakhatás kérdése, és nem csak a lakhatás kérdése, hanem hogy ide akarni költözőnek, vagy minden már itt lakónak, aki szeretne máshova költözni, megadjuk a lehetőséget a választásra. Hiszen valaki családiházba szeretne menni, valaki a város más területére, valaki pedig új építési otthonokba. Ez az épület, ez megadta ezt a lehetőséget, megadja ezt a lehetőséget, hiszen olyan lakások kerültek kialakításra, amit sokan meg is vásároltak, és most már vagy messziről érkezőből lettek székesfehérváriak, vagy más területről érkeztek ide, úgyhogy nekik is, ha bármilyen észrevételük vagy kérésük van, akkor állok rendelkezésre, keressenek engem. És akkor autóba ültem, és megyünk tovább. Az jutott eszembe, hogy ezen a területen található egy olyan benzinkút, ami úgy belvárosban talán egyedi, mert szinte belvárosban van, igen, az igen. A benzinkút. Ez okoz bármilyen kihívást, feladatot? Szerencsére nem. Azt kell, hogy mondjam, hogy... Nem panaszkodnak van. Nem, tehát szerencsére nem. Alapvetően ugye ott ez a benzinkút
közel, de mégis távol van a lakóépületektől, hiszen a rendőrség mögött helyezkedik el. Inkább sokkal komolyabb a problémát okoz a parkolás és a benzinkútnak is. Tehát ha probléma is felvetésük, akkor a benzinkúttól érkezik, hiszen őket is olyan nyomás éri a parkolás kapcsán, amit, amire valamiféle választ kell adni. Ugye ez egy nagyon nagy probléma, nem csak a négyes körzetben, hanem az egész városban, hogy most már pont egy hónappal ezelőtt Székesfehérváron a bejelentett autók száma túlépte az 50 000 darabot, ami azt jelenti, hogy csecsemőtől 100 éves korig mindenkinek van fél autója. Tehát ez azt jelenti, hogy egy háztartásban valószínűleg több autó van, sőt, ha már látjuk, hogy valamikor három is, úgyhogy hihetetlen autómennyiséggel kell megküzdeni Székesfehérváron. Ez országos szinten egyébként első, tehát ilyen magas autószám, egyfőre első autószám sehol nincsen, és ez okoz problémát ott a McDonald's és a az ÖMV környékén is, de sajnos az egész körzetben, hiszen ez a belváros pereme, és éppen ezért a belváros szélén nagyon sokan használják ezt parkolónak. Mit látsz megoldásnak a parkolók tekintetében? Megoldásnak csak azt látom, hogy az én szememben az első mindig a 4-es számú választókörzet szavazója is, és választópolgára, hiszen ők azok, akik engem megbíztak ezzel a feladattal, őket kell védenünk. Az ő érdekük az, hogy a lehető legkevesebb olyan autós álljon meg, aki csak parkolónak használja a területet. Hiszen nonsense az, hogy a Deák Ferenc utca és Lövölde utca közötti lakóterületen, ahol zöld felületek, játszóterek, parkok találhatók, parkolónak használják azok, akik messzebbről érkeznek, akár agglomerációból, és leteszik az autót, és onnan elsétálva egész napra ott hagyják az autót. Róluk is gondoskodni kell, de nekem most elsősorban a 4-es számú választókörzetet kell képviselnem, és ebben az ügyben született az a döntés, hogy parkolóvezeteket alakítottunk ki most már az egész körzetben, ami egyedül csak a lakókról szól. Arról szól, hogy a lakók vehessenek egy nagyon kedvezményes áron éves bérletet, ezzel le van a gondjuk a parkolásról, ez egy adminisztrációs díjat jelent igazából, meg a kártya kiállításának a díját, mindenki másnak pedig fizetni kelljen. Nagyon sok idős van, akikhez érkeznek látogatók, az ő problémájukat segítheti az egyórás ingyenes parkolás, tehát arra is gondoltunk, hogy segítsünk azoknak, akik látogatni mennek, segíteni, szociális munkát végezni. Nekik az ingyenesen kiváltható egyórás parkolási kártyával ez is megoldott, de azt gondolom, hogy bár sok vitát keltett ez a kérdés, és a bevezetés előtt sok olyan észrevételt kaptam, hogy ezt a lakók isnek egy része nehezményezi. Volt több olyan lakó, aki nehezményezte előtt, és utána feljött, hogy köszöni szépen, hiszen jól láthatóan kevesebb autó található a területen, és a másik nagyon fontos, hogy parkolókat kell kialakítani. A parkoló kialakításnál nagyjából ugyanabban a cipőben járunk, mint a játszótér kialakításnál, hogy mindenki szeretne parkoló, csak ne a háza elé, és ebből nagyon komoly viták is alakultak ki. Tartottunk olyan lakossági fórumot, ahol a lakók egymásnak feszülve próbálták megvitatni, hogy hol legyen a parkoló, és mindenki szerette volna csak a másiknak a háza elé tenni. Tehát nem olyan egyszerű parkolót kialakítani, és azért sem, mert a környezetvédelmi hatóság nagyon komoly szabályokat fektet le a tekintetben, hogy hova lehet parkolót tenni, és ugye a zöld felület védelme nagyon-nagyon fontos, nem csak Fehérváron, hanem ugye uniós normák szerint is, meghatározott Székesfehérvár zöld terület mennyisége százalékban, és sajnos ez a város ennek már a peremén jár, tehát nagyon sok zöld felületet már nem tud elvenni a város, csak inkább létesíteni, és ez helyes is, hiszen figyelni kell a környezetünkre és arra, hogy mit hagyunk itt a fiataink számára a jövőben. Úgyhogy én mindig arra kérem a lakókat, hogyha látnak olyan területet, ami esélyes lehet arra, hogy parkoló kialakításra kerüljön, és esélyes arra, hogy konszenzus szülessen a lakók között is abban, hogy ott a parkoló legyen, akkor szóljanak, megvizsgáljuk, én végigfuthatom az összes hatóságon, ami lehet, és hogyha az eredmény pozitív, akkor a parkoló kialakításra fog kerülni, hiszen ebben nem ismerünk lehetetlen, tehát költségeket, forrást fogunk szerezni rá, csak legyen meg az a terület, ahol parkolót tudunk kialakítani, hiszen ezzel tudjuk egy picit csillapítani ezt a nyomást, megoldani sajnos nem fogjuk tudni, mert ilyen gépjármű számra nem készültek fel 40 évvel ezelőtt, amikor építették ezeket a lakótelepeket. Érdemes neki állni a munkának akkor is, ha 4-5-10 autónak maradt hely? Hát nagyon, persze. Minden egyes autónak épült új parkoló, az segít egy picit a helyzeten. Minden területet, ahol lehet, oda tudunk parkolót készíteni, akár ilyen, akár olyan formában, ami a környezetbe belélik. A parkolók mellett milyennek látod a 4-es választókörzet úthálózatát? A 4-es választókörzet úthálózata pont a
40-50 évvel ezelőtti építési szokások szerint egy kicsit szűkös, hiszen ugye vannak komoly nagy utak, amelyek határolják, ugye, amelyek közlekedési problémákat, dugókat is okoznak napközben. Lövölde, Horváth-Széchenyi kereszteződés, a Prohászkának egy kis része, ugye a vasút előtti rész, ugye József Attila utca, Deák Ferenc utca, Gáz utca. Viszont nagyon sok pici utcánk van, ami a házak között húzódik. Nem véletlen, hogy ezekre fektettem a hangsúlyt az elmúlt időszakban, és ezekből nagyon sokat tudtunk megújítani. Vannak még feladataink, vannak tervek, hogy hogyan tudunk tovább lépni, de nagyon komoly sikereket értünk el, hiszen rengeteg utat újítottunk fel az elmúlt 6 évben. A tervekből egy picit szabad elárulni? Persze, természetesen az idei évben biztos, hogy befejezzük a Deák és Lövölde által határolt területen megkezdett munkát. Itt 3 ütemben újítottuk fel az utakat, újítjuk fel az utakat. Most már csak a szervizút maradt. Szerencsére a költségvetésben erre valószínűleg a forrás biztosítva lesz. Ugye meg kell várni a járvány végét, és akkor lesz tiszta, hogy mi az, ami befér a költségvetésbe. De én azt gondolom, hogy ezt be tudjuk fejezni, és ezzel az a terület is, mondhatjuk azt, hogy kipipálva, hiszen ott teljes felújítást végeztünk, mind parkolók, mind pedig az útfeletek tekintetében. És a következő nagy feladat az Erzsébet utca, Erzsébet lakótelep felújítása, ahol a 10 emeletes házak között nagyon komoly adósságaink vannak a felújítás terén. Ez a következő nagy feladat, de persze mellette a Béketéren is ugyanúgy meg kell kezdenünk a munkát. Ott az Erkel Ferenc utca felújítása, ahol idén is szintén elkezdődik a munka, és az egész Béketeret rendbe tudjuk majd tenni. Tömegközlekedés szempontjából rendezett a terület? Szerencsések vagyunk tömegközlekedés szempontjából, hiszen a vasút közelsége, illetve a belváros közelsége azért komoly hálózatot enged át ezen a területen, így minden megközelíthető a körzetből, tehát kis sétával minden olyan buszra föl lehet szállni, ami a város minden területére elmegy. Ugye ez előny egy városperem területén található körzettel szemben, hiszen itt tényleg minden busz keresztül megy, vagy a vasútra megy, vagy a vasútra jön, vagy a pályaudvarra megy, tehát szerencsére tömegközlekedés szempontjából ez a körzet jól áll, és az új buszmenetrend is biztosítja majd ezt, sőt újabb lehetőségeket nyit, hiszen a perem területekre, a város szélére sokkal könnyebb lesz kimenni a 4-es körzetben lakóknak. Tulajdonképpen, ha valahol élek, akkor foglalkoztat a közlekedés, a parkolás, foglalkoztat az iskola a közelben, egyebek, de természetesen fontos még az egészségügyi ellátás. Ezt milyennek látod a 4-es választókörzetben? Szerencsére egészségügyi ellátás szempontjából ugye a házi orvosi körzetek jól elosztása miatt mindenki meg tudja találni a saját házi orvosát, a saját biztonságát meg tudja alkotni ezzel, illetve nagyon fontos az, hogy nem is az egészségügy, inkább a szociális terület az, ami nálunk fontos, hiszen a körzetben található a nyugdíjas közösségi ház, ami rengeteg nyugdíjasnak ad lehetőséget, nem csak a körzetből, hanem a városból egy kicsit a mindennapokat szebbé tenni, és egy nagyon komoly szociális feladatot lát el. Én nagyon remélem, hogy a Covid járvány végével most már látjuk azt, hogy újra élettel teljen meg a közösségi ház, hiszen nem csak nekem a szívem csücske a közösségi ház és annak a környezetének rendbetétele és gondozgatása, hanem azoknak az időseknek is, akik oda járnak. Igen, aktív nyugdíjas klub működik. Nagyon komoly nyugdíjas klub működik, igen. Tehát én szerencsés vagyok, mert nekem legalább 4-5 olyan nyugdíjas klubban van, akikkel szorosan együtt működök, és akikkel nagyon is szeretek találkozni, és segíteni, hogyha valamilyen kérdésük van. Lassan-lassan végéhez közeledik a beszélgetésünk. Talán fura a kérdés. Milyennek szeretnéd látni 10 év múlva ezt a városrészt? Alapvetően én nagyon boldog leszek, hogyha ez a városrész megmarad olyannak, amilyen most is. Mégpedig azzal, hogy ugye alapvetően a nagyutak határoltságában, ezeken a kis pici belső területeken megmarad az az élet sok fiatallal, gyermekkel és kis közösségekkel, amik most is alkotják, hiszen azért itt ezekről a nagyutakról betérve a lakótelepekre nagyon komoly és meghitt hangulat található. Zöld területekkel, futkározó gyerekekkel, pihenő nyugdíjasokkal. Én azt gondolom, hogy nagyon jó hangulata van, mind a Horváth István utcának, mind a Deák Ferenc utcának, mind pedig a József Gáz utca által határolt területnek. Tehát én akkor leszek boldog, hogyha ez marad, és ezen még tudunk egy picit javítani, akár közösségi terekkel, akár közösségi programokkal.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, a Köztér című műsorban Molnár Tamás volt a vendégünk. Viszontlátásra!